mondani, így 5-5 elleni játék van a túloldalon már, és Ág elindul visszafelé. Konarik Ákos 10 másodperc a támadó időből, Drasovicsnak forgatja le. Konarik, szép lövés, nagy lövés! Világnak nagy mától megállító faltal vetett véget a gyors ellencsapásnak, megy be centerbe a labda, és Teleki András hozza az első Ford Mészáros Csaba a kiállított játékos. 3 perc telik el az első negyedből. Jansi, még tovább, Filipovics, blokk, Erdő, előtte. Ezzel 2-0-ás szolnoki vezetésnél Gyárfás Tamás, megy be centerbe a labda. 5-ből, ez azért egy csinos mutató, és ezt is bevágja. Centiméter. Nagy Márton. Nagy Márton nem lép ki rá senki, de ő sem forszírozza. Gyárfás viszont forszírozza, olyannyira. Teleki Andrást tüntették el, aztán most nem engedik visszafordulni. Pásztor Mátyás volt az, aki egy-két ütemmel megváratta. Nagy Márton. Nincsenek jól elosztva a támadó játékosok, és ez egy viccer, nagyon szépen. Vladimir Drasovic. Kiemelkedés, betett labda centerbe, Duško Pietlovics hozza az újabb Ford, Sugár Péter a kiállított játékos. Az egyenlítésért adogat a szolnoki csapat, amelynek az emberelőny kihasználása nem nagyon megy jól a mai meccsen. Most is elment már a kiállítás több mint fele, Drasovics 13-9-re, de aztán a Fradit hazai pályán legyőzte a BVSC. Nagy Ádám, nagy kiemelkedés, aztán inkább a Konarikhoz leforgatás, Angyal, egy lóba, két lóba, aztán a kapus feje fölé. Konarik Ákos, a túloldalon Filip Filipovics, Mészáros Csaba állítja meg. Szeghalmi Zsombor húzódik le a jobb szélső helyére, Pietlovics. És ő is rálövi, és ő is belőli. Árfás nem engedte elindulni. Kovács Gergőt visszahúzta, méghozzá elég nagy mozdulattal, így őt állították ki. A negyed végéig támadásban maradhat a Szolnok, Filipovics, Csaklóba, Drasovics, még tovább, Smörtsorman, szép. Filipovics indítja Konarik Ákos. Csapó Miklós megy ki. Második személy hibája, Konarik! Négyen a három ellen mennek, ez lebontható, zicserig játszható felállás. Filipovics tovább is teszi, Dőri Farkas még tovább, és ott a gól, Teleki András, aki centerek. Őjét is vesztette a csapat. Érzésem szerint ez már egy kicsit kezd a veszett fejsze nyelére hajazni. Filipovics. Angyal. A takarásból nem lövi el, ráadásul a szög sem volt az igazi. Na majd most! Megvárja ki! Angyal Dániel. Filipovics csatlakozik a többiekhez. Hát, az talán még neki is erős. De ez kiváló! Radomir Drasovics megy ki. Ág Györgyről. Leforgatják csapóig, középen Pásztor, ez is Csaklóba, Csapó, vissza Pásztorhoz, Gyárfás, nem jön ütemre a labda, még tovább, és ez bent volt. Pietlovics helyett majd Jansik Dávid jön vissza, gyakorlatilag le is telik a kiállítás, amire Pietlovics kiér. Pásztor, oly de nagy gólt lőtt, 4 másodperc a hátra lévő idő, Pásztor Mátyás, Gyárfás, aztán Csapó, vissza Pásztorhoz.
még egy szélre kipatt. 1 perc 10 a végéig, még robognak előre a VVSC-sek, és ez a becsületükre legyen mondva, hogy nem ment a játék, akadozott a támadójáték, nyilván nem függetlenül attól, hogy a Szolnok bravúrosan védekezett, ilyen blokkokra is képesek voltak. Győzelem egy döntetlen a mérleg, és ezzel bejut a döntőbe, Győri Farkas még tovább, az nem létezik, hogy ott nem, nincs ítélet. Megvan a form, most ezt kell megjátszani. Kovács Gergő, fél perc a meccsből, Győri Farkas, most be középre, és azért sokat szorra már, bemegy.